2000-ben rendezte első maratoni horgászversenyét a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület. Az idei megméretés pénteken 18 órakor kezdődött, a három fős csapatok vasárnap délig tehették próbára tudásukat és horgász szerencséjüket. A versenykiírásban pontosan meghatározták a szabályokat, például, hogy milyen felszereléssel lehet horgászni, illetve hogyan történik a mérlegelés. A versenyen a főbb szabályaink között szerepel az, hogy versenyzőként két bottal lehet horgászni. Ez lehet úszós, illetve fenekezős készség, mindenki maga dönti el, hogy melyik módszert választja. Három óránként van a mérlegelés, mint mondtam, minden mérlegelés után a halakat visszaengedjük a tóvizébe. Az idei versenyre nevezett 28 csapatból végül 27 horgász maratonozott. Közöttük az Atomic Boys Szurkolói Egyesület formációja, akik először tavaly 20 éves fennállásuk alkalmából versenyeztek, idén pedig visszatértek. A verseny derekán a következőképpen álltak. Nagyon nehezen indult be, most hát eléggé nehéz megfogni a halakat, kevés kapás van, de azért most elkezdett egy-két pont is jönni most már. Reméljük, hogy ez folytatódik a továbbiakban is. Éppen ki milyen, hol áll? A verseny állásáról folyamatosan lehetett tájékozódni az Egyesület honlapján, ahol most már a végeredmény szerepel. Eszerint harmadik lett a lengyel János Henk László Tancsa Tamás hármas, közel 70 kg, második a Körmöci Zoltán Nyárai Sándor Szabados László trió 74,5 kg összfogással, első pedig Bátor Zsolt, Nagy Norbert és Széles Szabolcs, akik valamivel több mint 103 kg pikkelyest fogtak.